Minden egyes árhullámmal jelentős mennyiségű kommunális hulladékot is sodor magával a folyó, aminek egy része kirakódik a hullám téren. Az igazgatóság vízminőségvédelmi kárelhárítási védekezés keretében először felmérte a szennyezettség mértékét mind a Tiszán, mind pedig a Tiszatavon, majd a mentesítés következett. Jellemzően csomagolási hulladék szennyezte a folyót és a környezetét. A köti vizig az első mentesítési szakasz végén 913 zsáknyi kommunális hulladékot gyűjtött össze a Tiszafolyónál folyónál és a Tiszatónál. Ebből 512 zsáknyi szemét a Tiszató partjait, 401 zsáknyi pedig a Tiszafolyó folyó középső szakaszát szennyezte. Ez a mennyiség összesen két szabványos hajó konténert töltene meg. A tapasztalatok szerint jellemzően csomagolási hulladékkal, PET és más műanyag származékkal, fém italos dobozzal, illetve üveggel teltek meg a zsákok, de hűtőszekrényt is kihaláztak a vízből. A köti vízik a második mentési szakasz végére 2187 zsáknyi az árhullámokkal felhalmozódott kommunális hulladékot gyűjtött össze a Tisza folyónál és a Tiszatónál ebből 1196 zsáknyi szemét a Tisza tópartjait, 991 zsáknyi pedig a Tisza folyó középső szakaszának hullámtereit szennyezte. Az igazgatóság az összegyűjtött szemetet az NHS Tiszafüredi telephelyére szállította.